Üdv mindenkinek, újra itt vagyok. Tudom, nagyon sajnálom. Egyelőre még nem ugrottam le egy hegyről, természetesen egy videójátékban. Történnek folyamatosan a dolgok, például az egész ország diktafonnal járkál még bulizni is, illetve a Google elvileg be fogja tiltani a politikai reklámokat a saját platformjain, ami azt jelenti, hogy választási időkben a YouTube-on nem fognak minket nyomasztani azzal, hogy háború, migráns, gazdasági válság. Ja, az elvileg nem, mert az a minden oké, és akkor Brüsszel! Zsolti, VV Soma, Pamkutya, Dancsó, vonatos zene, és még egy csomó fontos dolog történt itt. De én ezeket a fontos dolgokat szerintem most meghagyom másnak, mivel szerintem ettől egy még fontosabb dologról kell most beszélnünk. Mégpedig arról, hogy vannak bizonyos TikTokos emberek, akik tönkretezik a főzést. Ha! Bizonyám! Nem is akármilyen emberekről van szó, hanem hát nem is tudom, hogy mondjam, olyan szexuálisan felajzott egyénekről, akiknek még nem szent még az étel sem. A mai videóban kanos séfekről fogunk beszélni, akik megrontják az ételeket a csúnya szexuális energiáikkal. Régebben azt mondtam volna, hogy ez a videó most a kedves hölgyeknek szól, de mivel összesen egy nőnemű egyén néz engem, tudtommal. És mivel a mai világban jóval inkluzívabbnak kell lennünk, hogy az embert ne kenszelezzék ki, ha már mondjuk ez is mindegy nekem már, ezért azt mondom, hogy ez a videó most azoknak szól, akik a szexuális skálán a férfiak felé orientálódnak. A kurva életbe. Ez most itt egy nézői figyelmeztetés, hogyha nem bírod a kegyetlen kellemetlen dolgokat, illetve a sok szexuális utalást, akkor ezt a videót kérlek ne nézd meg, hanem kattints inkább valamilyen politikai nyomasztásra. Na de kezdjük is el! Az első ember, akit szeretnék nektek bemutatni, az nem más, mint Cedric Lorenzen. Róla azt kell tudni, hogy nagyon szeret félpucéron főzni, és minden ennivalóba belenyomja az ujját, amiben bele lehet nyomni. Legyen az kókusz, vagy valamilyen krém, vagy esetleg tészta, neki kurvára mindegy. Amiben az ujja bele tud penetrálni, bele is fog penetrálni. Ezt csak így mondom nektek. Egyébként, hogy tanuljatok valami újat is, ezt a fajta tartalmat úgy hívják, hogy thirst bait. A mai világban a szexualitás megélése abszolút nem egy tabu dolog. Már az én generációm is szexfilmeken szocializálódott a VUK helyett egyébként, de az utánam következő generációknak már a születésüktől kezdve ott van a kezükben a világháló, ahol mindenki kénye kedvére tud, hát, hogy is mondjam, tájékozódni. Megtalálja mindenki a saját kis grúpját, és hidd el, bármilyen fura kinked van, biztos vagyok benne, hogy meg fogod találni a hozzád hasonlóan nagyon freak embereket. A szexualitás is teljesen kiesett már a kezünkből, és már azt számít nem elfogadottnak, hogyha téged kellemetlenül érint, hogyha erről kell beszélned. Mindenki egyedi, mindenki különböző, bármit leírhatsz az interneten szinte következmények nélkül, és a vélemény kezd tényé átalakulni. Az, hogy valaki mit érez, az sokkal inkább fontosabb, mint maga a valóság. Illetve még egy prótip, minél inkább meg vagy sértődve, annál inkább igazad van. De hogyan is kapcsolódik ez a videónk témájához? Őszintén egyébként fogalmam nincsen, de mindjárt kitalálom. Na igen, szóval a first bait. First bait, mert a T meg a H az F angolul. A first bait, azaz a szomjúság csapda, egy olyan fajta content, ami az olyan embereket szeretné becsapdázni, akik nemi szervre éhesek. És mivel nem kurva béna dolog leírni azt, hogy de közösülnék én veled, vagy nőként identifikálva önmagad lealacsonyodni arra a szintre, amit azok az emberek képviselnek, akik munkásruhában, az építkezésen a nők után fütyülnek. Ezért ezeken a videókon több millió megtekintés van. Sharon például azt mondja, hogy nagyon szereti az olyan férfiakat, akik tudnak főzni. Nézzük meg a szóban forgó videót. Én nem csodálkoznék, hogyha ez a kókuszos sütemény ezután elmenne a rendőrségre és feljelentést tenne. Amúgy az a biztos, hogy mindig olyan kurva jól néznek ki ezek az ennivalók, amiket készítenek ezek a séfek. Természetesen akkor, amikor tényleg készítenek valamit, nem csak egy vaginát próbálnak megformálni egy darab húsból és azt simogatják. Tehát itt van például ez a videó, amikor valaki töltött vaginát készít. Oh!
Szóval az az igazság, hogy azért ennek van sportértéke. Mármint, hogy ilyen tartalmat gyártani. Ha te is szeretnél Thursday tartalmakat csinálni, akkor a következő lépésnek kell megfelelned. Az első természetesen az, hogy néz ki nagyon-nagyon jól. Ez általában nem tudom, melyik az a legkönnyebb vagy a legnehezebb. A második az, hogy tudnod is kell főzni, mivel a jó test az valószínűleg nem elég, hogyha csak ilyen nyers tépet húsokat tudsz csinálni, mint a Cooking with Jack Show-ban. És a harmadik, ami szerintem az egyik legfontosabb, az, hogy ne legyen semmilyen szégyenérzeted. Mivel, hogyha belegondolsz ezeket a videókat, meg kell vágni. Képzeld már el, hogy mennyire kellemetlen lehet visszanézni magad, teljesen ilyen tarzani mi voltába, miközben nyers tésztákat újjazol. De őszintén szólva nem tudom hibáztatni azokat, akik megnézik ezeket a tartalmakat, mivel most képzeljétek el ennek a teljes reciprokát. Tehát mondjuk van egy kövér faszi, aki igénytelen körülmények között csinál, mit tudom én, gyors kajákat, esetleg grillen, mert amúgy az sem túlzottan esztétikus. Leesett amúgy, tehát a saját csatornámról beszéltem most amúgy. Bizony. De nem csak Cedric szereti megrondani az ételeket. Itt van nekünk Donut Daddy, azaz Funk Apuci. Vajon miért pont a funkot választotta? Biztos már rendőr. De az esetek többségében például egy Funk Apucinál nem is lehet látni azt, hogy beleharap az ételbe, amit elkészít. Lehet, hogy igazából az már fizetős tartalom, ki tudja. Amúgy azt vettem észre itt Funkfaternél, hogy a pult az indokolatlanul alacsony. Olyan, mint hogy szándékosan lenne úgy csinálva, hogy a összes étel, amivel dolgozik, ott a péniszénél legyen. Most vagy az van, hogy fánkos ember ennyire magas, hogy hát pont odáig ér az a pult, tehát a péniszéig, vagy végig a forgatás közben egy ilyen ikás sámlinál, amit a gyerekeknek szoktak venni azért, hogy fel tudjanak mászni a WC-re. Illetve még nagyon sokszor imitálja étele, hogy hé, ez az én pénizem így. Egyébként ezt én is szoktam csinálni, szóval van valamilyen kapcsolódási pont közöttünk. De ezzel egyébként vigyázni kell, mert ez kb. Olyan, mint hogyha valami drogra szoknál rá, hogy először valami kicsi dolgokat raksz oda, és aztán egyre nagyobb és nagyobb dolgokat, szóval ezzel elég nehéz megállni egy idő után. Én is először csak így voltam vele, hogy kezetekben csak ilyen kisebb dolgokat helyeztem oda a péniszem elé, hogy imitáljam, hogy itt van a péniszem. Például itt van ez a monsteres doboz, vagy akár ez a kulcs, mert ezek végül is így hasonlítanak valamilyen szinten a péniszre. Főleg a kulcs, hogyha belegondolunk. De hogyha elindulsz ezen a lejtőn, akkor higgyétek el, tapasztalatból beszélek, elég nehéz megállni. Tehát itt például látjátok, ház péniszem van. Vagy itt a szomszéd háza péniszem. Ja. Szóval igen, ezzel érdemes vigyázni. De ne értsetek félre, egyébként nem akarom megkérdőjelezni itt a First Beat séfeknek a létjogosultságát, mivel minden 40 éves, három gyerekes elvált anyukának, akinek az egyik gyerekét úgy hívják, hogy Kyle, és ő emlékezheti legjobban az ex-férjére, aki megcsalta őt a 35 éves kolléganőjével, akivel a benzinkúton dolgozik együtt, meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kiélje a saját fantáziáját. És ez abban a formában történik, hogy egy funkfater videó alá odaírja, hogy bárcsak én lennék a krém, hát akkor legyen. Nem véletlenül van piaca az olyan könyveknek, amik igazából semmiről nem szólnak, csak arról, hogy egy nőt megszexelnek. Igaz szürke 50 árnyalata. Ha valakinek ez kell, akkor ez kell. Azt tudjuk, hogy minden más értelmet nyer, hogyha kimondjuk, hogy mit látunk a Rorschach-teszten. Szóval például itt ennél, a csirkemellnél a készítő azt gondolja, hogy ez a csirkemell egy nőnek a vaginája. Én kimondtam. Itt pedig funkfater a citromra gondolja az, hogy ez egy vagina. Valakinek ki kell mondania? Bizony. Azt gondolja, hogy ez a te nemi szerved. Pontosan. Szóval, hogyha itt a videó végére azt éreznéd, hogy mégiscsak ilyen tartalmakat szeretnél nézni, akkor csak gondolj bele abba, hogy ezek a séfek azt gondolják arról a nyers húsról, hogy ez a te nemi szerved. De amúgy, hogy legyen valami másféle tanulság is itt a dologban, lehet, hogy ezekkel a videókkal is úgy van, mint az étellel, hogy azt mondod valamire, hogy nem szereted, pedig még ki se próbáltad. Szóval én oda teszem a pénzem, ahol a szám tartózkodik, és hát megnézzük, hogy mi lesz.